Csapatostul érkeztek gyalogi és ingyenesen igénybe vehető autóbuszokkal a művelődési otthonba az ünnepi műsorra a helyebeli Szépkorúak. A színháztermet majdnem teljesen megtöltő közönséget elsőként Szabó Loránd polgármester köszöntötte. Természetesen karácsonyi beszéd nem múlhat el Charles Dickens Karácsonyi ének című kisregényéből származó idézet nélkül. Igen, méltányos és igazságos dolog, hogy míg a betegségek és a bánat fertőző, semmi sem terjed olyan járványszerű gyorsasággal, mint a nevetés és a jókedv. Szeretném, hogy ez városunkban is igaz legyen, hogy minél többen, minél vidámabban éljük meg a karácsony ünneplését, hogy éljük meg úgy, mint a gyerekek, akikről ilyenkor mi felnőttek vehetünk példát, lelkesedésből és az ünnep szeretetéből. Boldog karácsonyt kívánok minden tisztelt itt lévőnek! Az önkormányzati vezető után a budapesti Orfeum Vándor színpad két művésze, Birinyi Mónika és Bálint Csaba adott fergeteges operettműsort, valamint karácsonyi dalokat is énekelt. Az idősek karácsonyának zárásaként egy-egy csomag szaloncukrot vehettek át a Tinódi Ház aulájában a képviselőtestület tagjaitól a nyugdíjasok.